következő beszélgetésünk a vendégünk Kispál Edit, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének az elnöke. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm. Kezét csókolom, jó reggelt. Szóvivő. Bocsánat, ne haragudjon, elnézést. Közeleg november 23-a, úgyhogy készítsük a pénztárcánkat, fekete péntek. Mármint te készíted, hogy... vagy én készítem a pénztárcánkat? Én nagyon remélem, hogy én költekezem, és más készíti a pénztárcánkat. Ez a legjobb megoldás. De hogy mire figyeljünk, mert hogy ugye nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy azért próbálnak a kereskedők trükközni azzal, hogy annyira olcsónak és annyira alkalmi vételnek tűnik fekete pénteken az a tévé, vagy a nem tudom mi, aztán lehet, hogy kiderül, hogy mégsem annyira. Hát kiderül, hogy mégsem annyira, illetve most az is bajban vagyunk, hogy melyik a fekete péntek. Tehát gyakorlatilag az egész novemberi hónap most erről szól itt a karácsony előtti időszakban. Mindenféle akciókat, fekete, vörös, rózsaszín, egyéb színekkel elnevezett akciókkal találkozunk. És valóban az nagyon-nagyon fontos, és erre kéne felkészülni, hogyha elkezdünk vásárolni, és mondjuk már hetekkel előre tudjuk, hogy mi az a termék, amit meg szeretnénk venni, akár magunknak, akár ajándékba, utána nézzünk az áraknak. Annyi árösszehasonlító oldal van, de boltokba is be lehet menni, hogy úgy nagyjából tisztában legyünk, hogy mennyibe kerül, és ezt követően tényleg el tudjuk dönteni, hogy az akciós ár az valóban akciós-e, vagy sem. Egyszerű bolti bevásárlásnál mondták szakemberek, hogy úgy lehet spórolni a legjobban, hogyha az ember készít egy listát. Tehát, hogyha van egy listája, és azzal megy be. Igen ám, de ugye én úgy gondolom, hogy kétféle vásárló van. Egy meglátja és megveszi, a másik pedig tudatosan rákészül. Arra nincs rákészülve, úristen, bomba ár, még bombám ár, legbombám ár. De tényleg egyébként, hogyha tudom, hogy nem tudom, hogy a tévét szeretnék venni, és ha már 3-4 héttel előtte leellenőrzem az árakat, akkor én rá fogok jönni. Hogy egyébként az, amire azt mondják, hogy hú, mekkora akció, illetve érdemes, soha nem csináltam még ilyet, csak ebredbe hangzik. De álltál már meg kirakat előtt, hogy úristen, az a cipő. Persze. Na, hát persze. Ez az. Most próbálok úgy csinálni, mintha nagyon tudatos lennék, nyilván én sem vagyok, igen. Jó, hát egy cipő egy hölgy esetében az mindig más szerelem, tehát az mondjuk téma, más kérdés. Természetesen, de még egy nagyobb műszaki cikkeknél azért valóban érdemes ezt megtenni, vagy bútoroknál. Tehát azért, ami nem két fillér valóban. És nagyon fontos megnézni hozzá a kapcsolt áruhitelt is esetleg. Ugye rengetegen vesznek föl személyi kölcsönt, áruhitelt, egyebeket. Nagyon sok helyen lehet látni, hogy 0% kamat, na annak ne dőljünk be. Ugye a THM az, amit nézni kell, mert abban van benne minden költség. De hogyha egy 0%-os THM-mel veszünk fel hitelt, az ugye azt jelenti, hogy ugyanannyit kell visszafizetni, mint amennyit felvettünk csak részletekbe. Még akkor sem biztos, hogy jobban járunk, hogyha átmegyünk egy olyan boltba, ahol mondjuk egy összegbe ki kell fizetni, de fel tudunk venni egy kedvezményes hitelt hozzá. Még lehet, hogy még mindig jobban járunk, mint ott, ahol elsőre megnéztük. Hadd legyek egy picit szubjektívé. Két magyar hatóságot nagyon kedvelek, az egyik a Nébik, a másik pedig éppen önök a Fogyasztóvédelmi Egyesület. Így van, természetesen, köszönöm, nem, de hát javítom magam, oké, rendben van. Hogy önök ilyenkor gyakrabban ellenőriznek, hogy mi jobb, nagyobb biztonságban érezzük magunkat? Tehát, hogy tudjuk, hogy az akciós termék az másnap nem olcsóbb? Hát mi a civil oldal vagyunk, tehát mi ellenőrizni nem nagyon tudunk. A Fogyasztóvédelmi Hatóságnak megvan az éves munkarendje, természetesen akár húsvét előtt, akár karácsony előtt ezek előre tervezetten sokkal több ellenőrzést hajtanak végre, illetve bármilyen bejelentés kapcsán is végeznek ellenőrzéseket. Tehát én buzdítok minden egyes vásárolt fogyasztót, hogyha úgy érzi, hogy ott éppen átverték, vagy nem az az ár stimmel, vagy tegnap még más ár volt, akkor igenis tegyen bejelentést a hatóság felé, ugye minden kormányhivatalban elérhető. Most már. Tehát önök nézik, civil oldalról monitorozzák, hiszen valóban önök nem hatóság, de talán... De próbavásárlásokat akár ugyanúgy tudnak sokkal csinálni. Nagyobb tudással rendelkeznek ezzel kapcsolatban, mint az egyébként. Előfordult már, nagyon-nagyon kevesen vagyunk mi is, tehát nincsen erre igazából kapacitás, hogy ezt végigcsináljuk, de szoktunk. Tehát akár bankokhoz is bementünk, mintha hitelt szeretnénk felvenni, és csináltunk ilyen kvázi próbavásárlások, de hát ugye nem jutottunk el szerződéskötésig, és pontosan arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen tájékoztatást kap egy laikus, aki bemegy a bankba, mit mondanak el neki elsőre. Nagyon oda kell figyelni, és azért emeltem ki a bankot, mert úgy érezzük, hogy megint kezd el adósodni Magyarország. Nem és csak az adatok is ezt mutatják. Nem csak az ilyen fogyasztási hitelek, áruhitelek kapcsán, hanem a lakáshitelek kapcsán is, és mi azért óvatosságra intenénk mindenkit. Mennyire élnek vissza egyébként az emberek bizalmával a kereskedők? Tehát nagyon klasszikus például az, hogy szokták azt mondani bizonyos helyeken, hogy ó, hát akciós terméket nem cserélünk. Ezt teheti a kereskedő? Nem teheti. Akkor teheti, hogyha valamilyen hiba miatt került sor az akcióra.
Nem azért, mert túl sok termék van, el akarom adni, jön a következő adag, kifutó termékről beszélünk, tehát ha nem ez a kategória, hanem nem tudom, karcos kívülről az a televízió, szálhibása, a farmer nadrág, tehát bármilyen látható, tapasztalható hiba van, és emiatt van akció, akkor amiatt a hiba miatt nem vihetem vissza valóban. De bármi de más akkor miatt, gondolom, hogy jelezni kell, hogy elleszállított termék, minőségi mi miatt? Hiba miatt, pontosan, vagy nem tudom. Pontosan. A pénzügyi válságok, a világgazdasági válságok megegyzettek minket, hiszen akkor utána nagyon-nagyon észbe kapott a magyar is, hogy úristen, ezek a reklámok, ez a pák, nem érdekel a fizetése, nálunk 0%, tehát hogy ezeknek sokan bedőltek, és utána a családi kassa is bedőlt. Utána mi gyakorlatiasabb, tudatosabb vásárlók, jobb vásárlók lettünk? Mi azt látjuk most, hogy volt egy ilyen hullám, amikor jobbak lettünk, és most megint elfelejtettük, és megint elkezdünk ész nélkül költekezni, mert azt gondoljuk, hogy most rendben van minden. Gyorsan felejtettünk. Gyorsan felejtettünk, igen. Gyorsan felejtettünk. Mik a sláger termékek most pénteken? Hú, én ezt nem tudom megmondani igazából. A műszaki cikkek mindig nagyon-nagyon egyre inkább, ugye a fiatalok, gyerekek is egyre hamarabb kapják meg az első okostelefonjukat, tabletjüket, egyebeket, tehát ez mindenképpen első helyre kerül. És az egyébként, mert ugye most a veszélyéről beszéltünk, és a negatív hatásairól a fekete pénnek, meg arról, hogy milyen ezerféle módon lehet becsapni a választókat, de összességében véve egyébként mit gondol, a gazdaságnak az jó-e, hogy gyakorlatilag majdnem egy hónapos fekete péntek van, mert tényleg nagyon sok kereskedő egy hónapig, vagy másfél hónapig fekete péntekeket tart, hogy összességében véve egyébként jó-e a gazdaságnak, összességében véve a fogyasztók jól járhatnak-e, mert azért mégiscsak globálisan van egyfajta árcsökkentő hatása. Biztos, hogy van árcsökkentő hatása, ugye minden egyes vásárlás jó a gazdaságnak, hiszen pörgeti az egész rendszer, tehát hogy ez ilyen szempontból jó. Az megint érdekes kérdés, hogy pontosan tudjuk, hogy karácsony után is iszonyatos árleárazások szoktak lenni a megmaradt termékek kapcsán, tehát hogy ezt az időszakot akár, nem tudom, november elejétől január végéig el tudjuk tolni, attól függően, hogy ki hogy teszi meg ezt a vásárlást. Ön például, hogyha kérdezem a szakértőt ebben kapcsolatban, ön például fekete péntekezik? Egy jó cipő? Én nem nagyon szoktam, hogy őszinte legyek magamnak, nekem van 3 gyermekem, tehát inkább feléjük fordul el ez. Igen, tehát nem feltétlenül Jézuska hozza az ajándékot nekünk a fa alá, hanem lehet, hogy már hetekkel hamarabb megtörténik annak a vásárlás, amit ugyanutána becsomagolunk és bekerül a fa alá, de megmondhatják a gyerekek, hogy mit szeretnének, és megpróbáljuk ezt tudatosan megkeresni. De magyarul akkor figyelj az opciót, tehát ha lehet, szoktuk figyelni, de nem feltétlenül a fekete péntekre, uh-huh. És nagyon sokszor netes vásárlásba fogunk, mi legalábbis. Ott viszont igenis figyelni kell karácsony előtt, hogy nem fogják kiszállítani, hogyha én 2 nappal hamarabb kapok észbe, tehát ezt időben el kell kezdeni. És azt elárulhatjuk itt a startban, hogy egészen biztosan a netes vásárlás karácsony előtt ezzel a témával külön, egészen biztosan külön fogunk foglalkozni, hiszen valamikor az valami... Az amikor nem érkezik meg a karácsony ajánlás. Vagy amikor megérkezik, de nem azért. Igen. Leterhelt a posta, mint tudjuk, úgyhogy nagyon sok küldeményt kell kivinni, úgyhogy ezt meg nektek, de beszélgetünk meg erről is. A fekete péntek tapasztalatairól pedig fekete péntek után szerintem akkor jövőre, mert hogy addig fekete péntekek lesznek. Köszönjük szépen, hogy itt voltam. Köszönjük.